Sziasztok srácok, ismét egy újabb trip videón vagyunk, úgymond. Megyünk kocsit venni. 2019-ben, mint láthattátok, egy zsukkot csináltunk nektek. Kicsit fura ezt így mondani, mert még december elején járunk eléggé. Aztán ugye ezt a videót, hogyha minden jól megy, ti már csak ilyen március vég, április elején fogjátok látni. Úgyhogy reméljük már addigra jó kis napsütéses idő lesz kint. Hát itt még éppen ilyen havas fázós, mínusz 3 fokos időben tartunk el. Annyit kell tudni erről az egész projektről, hogy ez egy kicsit ittos estén megfogant ötlet, hogy csináljunk egy olyan autót, ami effektíve gyorsan megvan, nem nagy munka, jót mutat, és ugye a full contact tervezelőnek is egy tök jó promo autója, demo autója ez az egész. Hát a társam, ugye Zolika nem mindig fogadta olyan szeretettel ezt a zsukkötletet, kicsit győzködni kellett, de hát reméljük a végeredmény az önmagáért beszél. Úgyhogy most egy sorozat lesz arról, amiben látjátok, hogy hogyan készült el ez az autó MTS-ig, illetve milyen problémákkal küzdöttünk meg. Most a járságba tartunk, ahol egy kedves jó barátom nézett ki nekünk egy tök jó alapot, amit elmegyünk megnézni, és hogyha úgy van, akkor visszük is hazafelé. Visszaérkezett a zsuk, szerencsére elég egyszerű útunk volt, úgyhogy nem volt semmi probléma menet közben. Ezzel a zsukkal is úgy vagyunk, mint nagyon sok autóval, ami képen tök más méretű. Ilyen például egy Barkasz is olyan hatalmasnak tűnik ugye képeken, videókon, aztán amikor élőben találkozik vele az ember, akkor teljesen kis pici, kis cuki. Úgyhogy a zsukkal is pont így voltunk, hogy sokkal nagyobbnak gondoltunk, úgyhogy épp hogy csak be is fért a garázsba. Én megmondom őszintén, hogy nem voltam benne biztos, hogy az ajtókat be fogjuk tudni zárni, hogyha beállunk vele. Ugyanez van a T1-es Transporterrel is, az is egy olyan hatalmas autónak tűnik ugye képeken, aztán élőben meg hát elég picike. Ami most vár ránk, azt hát még megbecsülni sem tudom, hogy mennyire szívás, illetve mennyire nem. Úgyhogy megpróbáljuk ezt kideríteni. Első körben a zsuknak a kaszniát, fülkéjét, maradjunk a fülke megnevezésnél. A zsuknak a fülkéjét próbáljuk meg szabaddá tenni, és kipakolni belőle mindent, illetve leszerelni a helyéről, mert el kéne vinni homokszórásra minél hamarabb. Lassan már így december közepét írunk, aztán jó lenne vele haladni elég rendesen. Két ünnep között senki nem fog dolgozni rajtunk kívül, hogyha minden jól megy, úgyhogy addig szeretnénk elintézni, amit el kell. Gyorsan kipakoljuk a belsejét, levesszük a fülkét és el is visszük homokszórni, hogy lássuk mennyi lesz az a lakatos munka, amit nekünk ebbe bele kell lesz fektetni. Hát én úgy gondolom így első látásra, hogy azért fognak érni minket meglepetések, úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót, szerintem kezdjük el a szétszerelést. We'll be right back.
imádom az ilyen barbár módszereket. Ha nem nyílik egy ajtó, akkor feszítsük fel. Na jó, és cserés. Láthattátok, történt egy kis pakolás, ugyanis az előző helyén, az aknán kb. Úgy ölelte körbe a műhely ezt a zsukkot, mint egy kesztyű, úgyhogy nem igazán fértünk hozzá rendesen, ezért átraktuk ide a Trabantnak a helyére. Ezzel csak az a baj, hogy a Trabant ugye kikerült, szóval még kisebb az esélye, hogy bármit is fogunk rajta dolgozni egészen, addig, amíg a zsuk kész nem lesz, vagyis hát AMTS-ig. Úgyhogy így utólag is mindenkitől bocsánatot szeretnék kérni, aki nagyon várt a Trabant epizódokat, illetve annak a készülését. Meg fogja kapni, AMTS után visszatérünk rá szerintem. A zsukról így előzetesben annyit szeretnék mondani, hogy nem annyira könnyű szétszedni, mint én azt gondoltam, hogy így pikpak szétdobáljuk, a fülkét visszük homokszolni, csicsap meg lesz. Nem lesz meg. Ugyanis minden az utolsó csavarig össze van rajta rohadva. Ugye ezek az autók régen is munkás autók voltak, szóval ezt hát nem is nagyon lakatolták, inkább lemezelték, én úgy fogalmazni. Úgyhogy össze lett taknyolva rajta minden, illetve ami kiesett, vagy eltűnt, vagy elborult, vagy elkallódott belőle, azt ilyen nagyon sufni megoldásokkal pótolták. Úgyhogy ezt nekünk vissza kell valászni hozzá a gyári cuccokat, hogy ez mégis mutasson valamiként ez az autó. Úgyhogy nem lesz egy nagyon egyszerű dolgunk. Első részben szerintem ennyi elég lesz. Következőben most már tényleg szétszedjük, illetve ugye egy kicsit több időbe telik, mint ahogy én azt szerettem volna, de muszáj vele haladni. Szétszedjük, és elviszük homokszórni, illetve már a platót is leszeretném szedni a következő részbe. Aztán meglátjuk, meddig jutunk el. Szóval így nagy vonalakban így előre ennyit mondanék. Ha tetszett a videó, mindenképpen iratkozzatok fel, kövessetek be. A Instagramon nagyon-nagyon aktívak vagyunk, úgyhogy ott is kövessetek be mindenképpen. Van Facebook csoportunk is, ahova olyan infókat szoktunk kirakni, képeket, early bird orrokokat, amíg nem biztos ilyen rendes nagy Facebook oldalunkra kikerül, úgyhogy ott is megéri csatlakozni, hogyha szeretnétek látni minél többet a munkásságunkból. Aztán ennyi. A következő részben találkozunk. Sziasztok!